A Magyar Életfa díjat a példaértékű vajdasági életpályák pályaívek elismeréseként osztják ki. Minden évben 4 díjazottnak örülhet a vajdasági magyar közösség. Idén Németh Mátyás temerini fotóriportert, fényképészt is díjazták. Szép az élet, ezt csak élni kell, használni kell, csinálni. Ha gyötrődés is jár néha vele, akkor is tovább kell vinni. Beszédes Margit újvidéki kórusvezető számára is sokat jelent az elismerés. Örülök, hogy megkaptam. Végül is igaz, ami igaz, hogy a belefektetett munka, meg amit most így megkaptam, az valahogy úgy egyensúlyban vannak. Vendel Gyöngyi is kórust vezet. Azt mondja, az elmúlt 40 év örömmel tölti el. Az embernek öröme az, amikor lássa, hogy 40 év után, hogy mi mindent ért el. És valójában ez a díj, ez egy olyan, mintha a munkásságomnak a gyümölcse lenne. Kónya Sándor fiatal gépészmérnökként szeretett bele a népdalokba, azóta gyűjti őket. A díjakhoz nincs hozzászokva. Megindítja ez az embert, mert azt látja, hogy azért csak odafigyel valaki a munkásságára. Az esten kiosztják még a Kárpát-medence magyar közösségeiért vállalt őrző és teremtő munka elismeréséül létrehozott aranyplakettet is. Idén Németh István székesfehérvári népdalgyűjtőt díjazzák.